Az Alcatrazt Amerika leghírhettebb maximálisan őrzött börtönét menekülés biztosra tervezték. Ám 1962 nyarának egy hűvös éjjelén három elítéltnek mégis sikerült kereket oldania a börtönszigetről. Az egészségügyi tiszt üzent, hogy lépéseket hallott a tetőről. A szökést hosszú hónapokig tartó gondos tervezés előzte meg. A merész és zseniális vállalkozásról Clint Eastwood főszereplésével Szökés Alcatrazból címmel film is készült. Eastwood az egyik szökött fegyencet az egész menekülési terv kiagyalójának tartott Frank Lee Morrist alakította. Ennek ellenére valószínű, hogy az ötlet szellemi atya egy másik, végül a szigeten rekett rab volt. Ugyan holtestet